A Fehérvár KC-nál úgy látszik elégedettek a nyáron igazolt edzővel, Paul Oldrup Jensennel. Az utóbbi idő eredményeit figyelembe véve ez nem meglepő, az FKC a legjobb 8 közé jutott a Magyar Kupában, de az NB1-ben is menetel a csapat, 2013-ban még pontot sem veszített. A sportklub így új szerződést kínál a mesternek. It will be for the next... 2+1 éves szerződést írok alá, nagyon örülök, hogy továbbra is Fehérváron dolgozhatok. A klubbal karöltve hosszú távra tervezünk, szeretnénk tovább haladni a megkezdett sikeres úton. Ebben a szezonban az a cél, hogy jövőre kilépjünk a nemzetközi porondra, és ez nem lesz egyszerű a nagyon szoros magyar bajnokságban. A folytatásban is majd az európai kupaporondon való helytállás a célunk, de szeretnénk közelebb kerülni a magyar élkluboghoz is, fel kell vennünk velük a versenyt. The teams that are placed low or the teams you... A csapatra szombaton egy könnyebbnek ígérkező összecsapás vár, az NB egy utolsó helyén szerénykedő BSE otthonába látogat az FKC. We haven't been spoken... Az egyik, amit megtanultam Magyarországon, hogy ebben a bajnokságban nincsenek könnyű mérkőzések, ahogy a holnapi BSE ellen is el lesz az. Teljesen mindegy, hogy hol áll a bajnokságban az adott ellenfél, mindig keményen kell küzdeni a sikerért. Ha nem teszed, veszítesz. A holnapi mérkőzés kihívás lesz a számunkra, az utóbbi hetekben jöttek a jó eredmények kitűnő együttesek ellen. Ezt a szintet kell hoznunk, hogy legyőzzük a BSE-t. Ideális esetben szombati győzelmével a hetedik helyről is elmozdulhat a Fehérvár, ami az utóbbi idők eredményeit figyelembe véve nem lenne meglepő, csak úgy, mint Jensen mesterszerződés hosszabbítása.